Tisztelt megemlékezők, kedves csallóközi, somorjai magyarok! Először is köszönöm szépen a meghívást, és örömmel fogadtam el, hogy itt lehetek önökkel, veletek az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján. Nagyon sokan még mindig csupán egy ország forradalmáról beszélnek, pedig 1956 egy nemzet forradalma és szabadságharca volt, ahol a hányattatott sorsú és szétszakított magyarság lélekben újra egyesült. Az én édesanyám Kárpátalján született, pont a forradalom évében. Sosem felejti el, és most már én sem, ahogyan később a szülei megrendülten beszéltek neki arról a két hétről, amit 1956. október 23-a és november 4-e között átéltek, pedig egy határ választotta el őket az anyaországtól, de mégis egyek voltak magyar testvéreikkel. De ugyanilyen feszült figyelemmel követték az eseményeket, ugyanígy imádkoztak a magyar testvéreikért Felvidéken is, és természetesen Erdélyben, Délvidéken és a többi magyar lakta területen, az egész Kárpát-medencében, sőt az egész világon. Itt Felvidéken is kitették a rádiókat az ablakba, és ott hallgatták a Kossuth rádiót vagy a Szabad Európa rádiót. Milliók várták a híreket, szerte a világon. Mindenhol, ahol együtt dobbant a magyarok szíve. Az első nagy dobbanás 1956. október 23-án történt, amikor egy bő évtizednyi halálos csend, kommunista pusztítás, terror és rémuralom után újra felkelt a magyar. Nem számított a II. Világháború katasztrófája, a magyar mezőn végrehajtott második tarvágás a 20. században. Semmi nem számított. Csak az, hogy a szovjet dögletes kommunizmus lehelletét felválthatsa a hamu alatt parázs. És így a magyarok újra fölkelhettek, újra együtt lehettek. És most, amikor visszagondolunk ezekre az eseményekre, akárhány országban, akármerre is élünk, tudjuk, hogy egy nemzet tagjai vagyunk. Egy a nyelvünk, egy a történelmünk, és ugyanazért lelkesedik a szívünk. A magyar szabadságért. Ez így volt 1956-ban is. Mert akkor, október 23-án egy eltipört és kegyetlenül megkínzott nemzet állt fel a padlóról, és rúgta le magáról a torkán taposó szovjet csizmát. Senkit sem érdekelt a túlerő. Senki sem számolgatott vagy tervezett, hanem szívből harcolt azzal az ősi virtussal, ami velünk él évezredek óta. Aki pedig nem harcolt, segítette azokat, akik az életüket tették kockára, a nemzet szabadságáért. Ellátmányt küldtek, imádkoztak, bíztak egy új világban, szervezkedtek. Túlelőről beszélek, de ez a magyar történelem folyamán sosem volt meglepetés és újdonság a számunkra. Hiszen amióta létezünk, túlerő ellen harcolunk. Megtanultuk, hogy nem létszámmal, hanem bátorsággal, akarattal, meg nem alkuvással és magyar furfanggal járjunk túl ellenségeink eszén. Mert ellenségből bőven jutott nekünk. És mégis, még mindig itt vagyunk, és maradunk is. De hogyan is tanultuk meg, hogy csak magunkra számíthatunk? A honfoglalást követően évszázadokon keresztül próbáltak elpusztítani bennünket nyugatról és keletről egyaránt. Ami sokkal jobban fájt nekünk, az a nyugat. Ahova tartozni akartunk, ahova tartoztunk, és ahova most is tartozunk. De ahol sokszor csak beszéltek a keresztényi szeretetről, az összefogásról, a gyakorlati megvalósítást pedig nekünk, magyaroknak hagyták. Ezt inkább ránk bízták. De ahogy már említettem, a magyarok megszokták a túlerő elleni harcot. A mongol invázió során nem csak az úgynevezett tatárjárást kellett megszenvednünk, kivédenünk, hanem a nyugati keresztény szomszédunk támadását is. De nem buktunk el, nem féltünk. Emlékezzünk, hogy Hunyadi János sokszoros túlerő ellenében verte meg újra és újra a hazánkra támadó törököket, sőt, még az ő országukban is győzött, és tartott ki Nándorfehérvár ostrománál is. Rákóczi zászlaja alatt sem remegtek meg a kezek és a zászlók, hiszen a Habsburg által kivéreztetett magyar királyság romjain ugyanúgy ellen tudtunk állni, nem számoltunk. Ahogy 1848-49-ben sem érdekelt senkit, hogy Habsburgok mellett még az orosz cárral is fel kellett venni a harcot. Kellett, tehát ott voltak az őseink. Bármi is történt a végén.
lemosták a gyalázatot. Ahogyan 1956-ban sem mérlegelt senki. Mi magyarok mindig kevesebben voltunk, mint az ellenünk fenekedők. De sosem adtuk fel, és nem féltünk. Ez erőssé tett bennünket, és túléltük a történelem legkegyetlenebb viharait is. Sosem adták fel a felvidéki magyarok sem, akiket magyarságuk miatt hurcoltak meg, és telepítettek ki sokukat őseik földjéről a 20. század sötét óráiban. Ahogy nem adták fel Erdélyben, Délvidéken és Kárpátalján sem, valamint a Kárpát-medence egyetlen olyan szegletében sem, ahol maradtak még magyar emberek. Az anyaország határain kívül élő magyaroknak nem kell elmondani, hogy milyen a túlerő ellen felvenni a harcot. Ahogyan azon sem csodálkozunk, hogy most 2024-ben is meg kell harcolnunk az igazunkért, az egész Kárpát-medencében, hogy ne idegen érdekek döntsenek a sorsunkról. Történelmünk minden mozzanata példa számunkra. Az utolsó fényes mementó pedig 1956. Október 23-án kirobbant a forradalom. Amikor hiába álltunk szemben a világ legerősebb hadseregével, nem katonai stratégák hidegszámításai szerint történt, ami történt, hanem a magyar lélek szabadságvágya szerint. És hiába folytották vérbe a szabadságharcot, bő 1000 év után sem törtek meg bennünket. Mert van egy olyan kincsünk, amit sohasem adunk senkinek. Ez pedig a szabadságunk, a magyar szabadság.